Idén is újra nyitott a Szegedi Lapos Beach, amely sok megújult programmal várja a fürdőzőket. A programokról és az újításokról Mihálik Edvinnel beszélgetek. Szia, köszöntelek a stúdiónkban! És köszöntök minden nézőt! Mikortól használhatják a szegediek a Lapos Beach-et? Pénteken 16-án nyitottuk a Lapos Beach-et. Az a szabály nálunk, ez egy ilyen belső szabály, hogy mindig az iskolai tanszünet kezdetével, ugye ez most péntekre esett, egészen szeptember 1-ig van a lapos nyitva. Itt minden napon várjuk a kedves vendégeket, úgyhogy most péntektől már lehet élvezni a szabad strand adottságait. A hétvégén még nem volt annyira jó idő, de most már ezen a héten azt mondják a meteorológusok, hogy 35-30 fok közötti hő várható, úgyhogy ebben az időszakban azt mondom, ideális a laposon kimenni, kapcsolódni, strandolni itt a Tiszában. Mennyi idő kellett, mire a lapost készre tudtátok csinálni? A kezdés mindig nehezen indul, mert Tisza vizelása elég magas szokott lenni ilyenkor tavasz végén, nyár elején, ezért körülbelül 2 héttel előtte lehetett elkezdeni a területnek a rendezését. A Tiszáról tudni kell, hogy a híd lábánál mindig építi az örvények miatt a partszakaszt, tehát ilyenkor le kell bontani egy jelentősen felépített homokhegyet a híd lábától, azt el kell teríteni a területen, és hát ugye a rézsűt, ami a vízparttól egészen a víz első szakaszát érinti, ott mindig rendezni kell a területet, hogy ott kényelmesen mindenfajta nagyobb bucka vagy mélyedés nélkül tudjanak az emberek ott fürdőzni. Ez mindig sok időt vesz igénybe. A vízállás még mindig elég magas, ezért még egy ilyen partrendezésre szükség is lesz a következő 1-2 hétben, de már most is biztonságos a kijelölt területen a fürdőzés. Emellett ki kell hozni, hát ugye másik fontos dolog, hogy egy homokos partszakasz megteremtése sem egyszerű, sokkal nehezebb, mondjuk Horvátországban, ahol ugye alapvetően homokos part van, ezért a fű eléggé növi a területet, azt mondjuk, mindig föl kell rotációzni, azokat vissza kell tenni ezt a homokos hangulatot, ez is sok időt vesz igénybe, illetve hát vissza kell hoznunk a mosdókat, zuhanyzókat, a büfésnek az infrastruktúrát újra ki kell építenie, ez mindig sok időt vesz igénybe, általában egy olyan 2 hét szokott lenni a munka jelentős része. Milyen új eszközpark található a Lapos Beach-en, mikkel bővült? Minden évben van egy kicsi bővítés az első évhez képest, ez a harmadik év már. A tavalyi évben egy új strandröplabda és strandfocipályát avattunk fel. Az idei évben a tavalyi év visszajelzéseiből indulunk ki mindig. Az idei évben sokan jelezték azt, hogy szükség lenne egy új, hát ilyen legkisebbek számára alkalmas játszótéri eszközparkra. Ez a laposon most már megtalálható, ezt igen tudják venni a kisgyermekes szülők, illetve sokan jelezték vissza, hogy nehéz lejutni a laposra, mondjuk kerekesszékkel vagy kerékpárral, ezért a rámpát, ami a laposra levezet a töltésről, azt tudtuk idén felújítani. Ez volt a 2 új dolog, de a tavalyi év szolgáltatás színvonal az idén is megtalálható. Adtok-e bármilyen teret mondjuk az ilyen fesztiváloknak vagy zenés eseményeknek a laposon? A tavalyi évben egy nagyobb bulival nyitottuk a lapost, idejében az idő miatt is elmaradt, azonban arra lesz egy kis színpad kihelyezve, és ide várnak majd a szervezők és ugye a büfét üzemeltető tulajdonos szegedi amatőr zenekarok fellépését, akik itt bemutatni az ő tehetségüket, tudásukat, ők fel tudnak itt lépni. Nyilván valamilyen olyan jellegű zenekarra gondolunk, aki hangulatos zenét játszik, nem egy olyan erős hard rockra gondolunk alapvetően, hanem lágyabb zenét játszó, akusztikus zenekarokra leginkább, és emellett mi is készülünk azzal, hogy több ilyen produkciót fogunk levinni. Egy főzőversenyt is szeretnénk majd levinni a laposra a nyár folyamán. Az a cél azonban, hogy ez egy ilyen kikapcsolódásra alkalmas terület legyen, tehát nem szeretnénk túl sok programot sem odavinni. Az önkormányzat alapvető célja az volt, hogy legyen Szegednek egy olyan szabadstrandja, ahol legális a fürdés a Tiszán, és emellett ingyenes is. Az önkormányzat ezért tesz ebbe minden évben kb. 20 millió forint összeget, hogy a vízimentők egész éves szolgálati, vagy fél éves, vagy tehát nyári szolgálati idejét kifizesse, emellett, hogy az infrastruktúrát megteremtse. Ez a célunk, és ezt szeretnénk kiszolgálni különböző produkciókkal is, de nem szeretnénk ezt semmiképpen sem elnyomni. Visszajelzéseket a látogatóktól várjátok-e, illetve hogyha igen, akkor hogyan? Mindenképpen nagyon sok üzenetet szoktam kapni, általában én személyesen Facebook oldalamon, e-mailek formájában is. Az emberek visszajelzik, hogyha mondjuk túl szemetes, ilyen is volt az első évben, ezért a második évre már sokkal több szemetest helyeztünk ki alaposra. Próbáltam megoldani idén a szelektív hulladékgyűjtést is, mert nagyon sok PET palackot helyeznek ki a vendégek, azokat szeretnénk elkülönítve gyűjteni ettől az évtől. Jeleznek vissza rendszeresen, hogy ezekből tudunk mindig a jövő évre, vagy akár még abban az évben is fejleszteni és bővíteni a szolgáltatási kört.
Most a Lapos Beach megújult, illetve elindult, ez meddig lesz látogatható? Mindig szeptember 1, de augusztus 31-ig lehet a lapost használni, addig minden nap a megadott idősávban van vízimentő, csak abban az idősávban lehet legálisan fürdőzni, és arra kérjük mindenkit, hogy vigyázzanak a környezetre, ne szemeteljenek, azon a területen belül fürdjenek csak, ami ki van jelölve, csak abban legális, és hát kívánjuk, hogy mindenki jöjjön ki a nyár folyamán, most már jó idő lesz, lehet használni, és azt gondolom, hogy a Lapos azért is egy ideális helyszín, mert tényleg a belváros közelében található, remek panorámával Dunával lehet látni a partról, mindenki jöjjön ki, próbálja ki, és élvezzék a Tisza közelségét. Milyen új szolgáltatás, vagy megújuló hely várja még a szegedieket így a közeljövőben? Hát a Laposon mindenképpen ugyanaz a szolgáltatási színvonal megmaradt. A büfés kollega azt üzente nekem, és a magatók felé is ezt követíti, hogy nem emelt árakat ebben az évben, tehát próbál arra is figyelni, hogy azért miért csak egy jelentős infláció van, 20% infláció az országban, amit mindenki érez a bolti vásárlások során. Ez nyilván érződni fog a különböző strand árakban is, Balatonon is halljuk, hogy milyen árak vannak már. Ő próbálja a tavalyi árszintet tartani, annak érdekében, hogy a szegediek mégiscsak ki tudjanak menni, ki tudják fizetni ottani ital-italnak a költségeit. A nyár nyilván Szegeden a fesztiválokról, a szabadtérről, a színről szól. A szervezők, akik egyébként a Lapos összeszerelésében és az IH rendezvényközpont kollégái nagy segítségemre voltak, ők a szín szervezői is, ők most már elkezdik a szín szervezést, ami augusztus végén ismét várja a szegedi fiatalságot, és hát mindenki másnak ide látogat, és itt tölti azt a pár napot, ami a nyár zárásaként szokott a legjobb buli lenni ebben a városban talán. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm a meghívást! Remélem nézőink is ellátogatnak a Lapos Beachre, és igénybe veszik a jó programokat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!